szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben sok magazinban. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, és az én feladatomat képezi az, hogy a kedves nézőket tájékoztassam a megye, illetve Magyarország SAK eseményeiről, valamint sakpartikkal, alkotásokkal, kombinációkkal szórakoztassam a kedves nézőket, és fejleszem a sak tudásukat. 2019. decembere van, decemberben zajlik Magyarország férfi és egyéni női sakbajnoksága. Erről, bár a verseny már folyamatban van, mivel még a versenysorozat közepén vagyunk, 2000, 20. januárban tudjuk a kedves nézőket tájékoztatni. Minden esetre a, megy, a magyar bajnokságról annyit tudunk elmondani, hogy születek meglepetéses eredmények, csak hogy egyet említsek. Horváth Csaba nagymester, aki még nagyon fiatal hiszen velem egyidős, viszont már 50-en túl van, nagy meglepetésre ki tudta ejteni a sokszoros válogatott az olimpiai csapat tagjának, oszlopos tagjának számító nyolcszoros magyar bajnok fiatal Berkes Ferenc nagymester, de hát a végül is a későbbiekben szeretnék majd beszámolni a bajnokról, illetőleg a verseny legfontosabb eseményeiről. Visszazökkenve megyénk, illetőleg régiónk sakbeli eseményeire, el tudom mondani a kedves nézőknek, hogy legutóbbi adásunk óta a megyei első osztályú csapatbajnokságban forduló lebonyolítására nem került sor, az majd 2020. januárjában fog megtörténni. Viszont december hónapban két forduló ö, is lezajlott az MB2 küzdelmeiben. Megyénket három csapat képviseli az MB2 küzdelmeiben, ebből két csapatunk Debrecenben látogatott, és a szomszédvárak találkozóján sajnos hazai sikerek születtek. Tiszavasvári látogatott el Debrecenbe a bajnokság kiskolához megmérkőzni. Sajnos a Tiszavasvári csapat nagy arányú vereséget szenvedett el, 9 és fél, 2 és fél arányban hazai győzelem született. A mérkőzésen sajnos a Debreceni bajnokság kiskola volt a bajnok. Az egyetemistáink pedig szintén Debrecenbe látogattak, a másik NB2-es Debreceni csapathoz, a Debreceni sakbarátokhoz mentek el. Bár született nyíregyházi győzelem is, sajnos ö, szintén nagyobb arányú vereségnek lehettünk a szemtanúi, ugyanis a debreceni sakbarátok 8-4 arányban tudták legyőzni az egyetemistáinkat, akik kisé visszacsúsztak emiatt a, a tabellán, de még a, a tabella első felé szerepelnek. Megyénknek talán nem vagyok szerénytelen és nagy képűsködő, ha azt mondom legerősebb NB2-es csapata az NVSC mezőkövesdre látogatott. Itt szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy, hogy hogy óvatosan bánjanak az NVSC-vel kapcsolatos kijelentéseimmel, mert akár elfogult is lehetek az NVSC számára, ugyanis civilben az NVSC-nek a szakosztályvezetője, az MB2-es csapatkapitánya is, játékosa is vagyok. Igyekszek azonban pártatlanul beszámolni az NVSC küzdelmeiről. Szóval mezőkövesdre látogattunk december elején, és a papírforma NVSC-s sikert ígért. Ez be is következett, ugyanis igen szép győzelmet aratott a, a az NVSC csapata a tartalékosan felálló kövesdiekkel szemben. A sikernek az áloga volt az NVSC igen erős összeállítása, illetve a hazai a kisé tartalékos volt. Odafelé menet még viccelődtünk is, hogy személygépkocsival utaztunk mezőkövesdre, hogy milyen nehezen fognak hazafelé jönni az autók, ugyanis nem fogják bírni cipelni a sok-sok pontot. Hát megküzdöttek az autók hazafelé jövet, ugyanis összesen 10 pontot abszolvált az NVSC mezőkövesden, 10-2-re sikerült legyőzni a mezőkövesdi csapatot. Decemberben, mint említettem, még egy forduló lebonyolítására sor került, és decemberben csak két MB2-es csapatunk mérkőzött meg. Tudni hogy az MB2 mezőnye páratlan számú, így minden fordulóban egy-egy csapat kimarad. Ezúttal a Nyíregyházi Egyetem volt pihenős, ők nem játszottak, a Tiszavasvári még nem volt pihenős, az NVSC pedig az első fordulóban volt pihenős, és ezért viszonylag ö, hátrébb van a, a tabellán. Ez a viszonylag ö, talán szerénységnek is tűnhet, ugyanis a forduló lebonyolítása után az NVSC maradt a második helyen, az első helyezett első helyen álló szirmabesenyővel szemben már csupán három ö, ö, pont a hátránya, ugyanakkor a szirmabesenyő még nem volt szabadnapos, még nem volt pihenős, még az NVSC egyel kevesebb fordulóból ö, szerzett 47 pontot a szirmabesenyő 50 pontjával szemben, tehát hogyha a szirmabesenyő is lett volna már pihenős, kimerem jelenteni az NVSC vezetné magasan az MB2 tabelláját ötödik helyen van, 32 ponttal a, Nyíregyházi Egyetem, amely csapat volt már pihenős, éppen ez utóbbi hatodik fordulóban volt pihenős, és tizedik helyen van 22 és fél ponttal a Tiszavasvári csapata, tehát hál' Istennek nem utolsó helyen áll a Tiszavasvári csapata, bízunk benne, hogy tavasszal erőre fog kapni. Visszatérve a hatodik forduló eredményeire, a Tiszavasvári csapata Debrecenben látogatott hát a Debreceni sakkiskolához, és bíztunk abban, hogy szép eredmény fog elérni a Tiszavasvári csapata. Sajnos a Vasmáriak ezúttal is kisé tartalékosan kellett, hogy kiálljanak, és 9-3-as vereséget szenvedtek a Debreceni sakbarátokkal szemben. Az NVSC csapata karcagot látta vendégül a fordulóban, és örömmel állapítottuk meg a forduló előtt, hogy ta, karcag is kissé tartalékos. Természetesen az idegen légiósait elhozta a nagymester erejű Árdeleán György Katalin román nemzetközi mestert, aki tudomásom szerint a román ifjúsági válogatott szövetségi kapitánya, egy nagymester erejű sakkozó, és Alexa Manuel Geigert is elhozták. Nos, nagy arányú hazai siker született a papírformának megfelelően. Az NVSC döbbenetes arányban tudta legyőzni karcagot, 11-1-re gyűrte le a a Jász Nagykonszolnok megyei csapatot. Az első táblán Tiba nemzetközi mesterünk döntetlen játszott Ardelean nemzetközi mesterrel, és Geiger Alex Emanuel remizett Varga Péter nemzetközi mesterünkkel szemben. A többi tíz táblán tíz győzelmet aratott az NVSC, ezzel megerősítette a második helyét, és a következő fordulóban, amikor szírma pihenős lesz, az NVSC pedig játszik mégpedig Debreceni csapattal, akkor az NVSC-nek alkalma lesz arra, hogy átvegye a vezetést az nb 2 tabelláján. Én bizonyos vagyok is ebben. Merem azt mondani azért, mert az NVSC nagyon szeretné a bajnokságot megnyerni, feljutni az MB1B-be, illetve a másik két megyei csapat legyőzése miatt revásot kíván venni a Debrecenieken. A Műsor további részében pedig a megyén csapatai által vívott küzdelmekből egy-egy partit szeretnék bemutatni a kedves nézőknek. A most következő partiban a világosan játszó Takács Lászlóval szemben a sötét figurákat a Nyíregyházi Egyetem nem is annyira ifjú játékosa Wilhelm Müller vezeti. Müller Vili bácsi szatmárnémeti szülötte és sakkozója. Játékalkalmat kapott a Nyíregyházi Egyetemnél is. Megyékben már évtizedek óta sakkozik. Korábban rendszeres résztvevője volt és jelenleg is a Nyírségi Torna Nemzetközi Sakfesztivál vának megyénkben és sakkozóink előtt jól ismert a, a, a Vili bácsi, akiről el kell, hogy mondjam, hogy fiatalos lendülettel sakkozik, bár már nem annyira fiatal, hiszen 80-as évei közepén jár, személyében ö, Bizonyítékot kaphatunk arra, hogy aki sakkozik, az elméjét borotva élesen tartja, és ö, idősebb korában sem tompul el, azaz a sakkozókra egyáltalán nem jellemző a, a tünet. Nos, a, a sötét figurákat Müller Vili bácsi vezette, enégyen nyitotta az ellenfele, királygyaloggal, e 2 e 4 Vili bácsi pedig a rá jellemző aszimetikus stílussal D6-tal válaszolt. Ez egy kicsit olyan lapos szerű első lépés, hiszen ebből még nagyon-nagyon sok minden kialakulhat, kialakulhat csehrendszer, filidorvédelem, védelem, királyindiai védelem, modern védelem, nagyon sok minden kialakulhat. Az ellenfél D4-jel folytatta, Amire egy, egy olyan lépést tett Vili bácsi, ami ami még nem tárja fel igazából a kártyákat, valamilyen indiai jellegű felállást lesz a későbbiekben, de még, 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 nem biztos, hogy az. Tehát Huszár B8 D7-tel válaszolt, ebből az állásból az valószínűsíthető, hogy sötét c vagy inkább e kívánja megbontani világosnak a gyalogcentrumát, tehát a D4-N4 gyalogalakulatot. Egyelőre lehetővé tette a, a gyalogállás a szilárd a centrumban, de azt egy gyaloglépéssel megkívánja bolygatni. Huszár C3-mal válaszolt világos, amire megérkezett E5. Ezzel, ezzel már is meg van kérdezve világos, hogy mit kíván tenni a centrumgyalogokkal, ha most például világos. D4-D5-öt tolna, nem kívánna cserélni, abban az esetben a világos mezejű futójának korlátozottak volnának a mozgási lehetőségei, ha pedig beütne e akkor, akkor következhetne Huszár de a, a D6 üt nek is volnának hívei. Minden esetre világos nem kívánta Ilyenképpen rögzíteni a centrumot, egy rugalmas, fejlődő lépést, Huszár G1E2-t válaszolt. Azzal, hogyha sötét beütne D4-re, akkor a Huszárja kerülne a centrumba, és D4-ről a Huszár nem volna egyszerűen eltávolítható, egy C7-C5 lépésnek megvolna az árnyoldala, a visszamaradt és emiatt jól támadható D6-gyalog természetesen ilyet nem lépett Vili hanem Huszár gf 6 tal folytatta a fejlődést, amire világos egy, egy nagyon ritka változatba, kisé igénytelen változatba terelte a játékot, F3-mal biztosította a, az n 4 gyalogját, F2-F3, ami Nehezen mozdíthatóvá teszi a világos mezeű futóját, C4-re természetesen még állítható, azonban a, a sötét pontok, különösen az F4 pont már kezd meggyengülni világos állásában. Sötét, fejlődik tovább futó E7-tel, világos is természetes folytatást választ, futó E3. Itt következik egy, egy rugalmas gyalogfejlődő lépés, c7-c6. Arról van szó, hogy ezek után már világos képtelen a huszárral beállni d5-re. Tehát ez egy centrumot biztosító lépés is bizonyos szinten. Vezér d2-vel felépítette sötét a futó vezér öteget, és következett huszár b6. Huszár d7-b6 amivel már sötét a centrum megnyitását tervezheti, tehát D6-D5-öt is tervezhet, amennyiben megoldja az E5 gyalognak a problémáját, és nyitva áll a fejlődési lehetősége a C8 putó előtt is. Futó F2 visszakozás következett, ezt, ezt a lépést nem nagyon értettem, hogy pontosan miért is lépi ezt. Vili bácsi pedig az őrizetlenül hagyott C4 pontra csapott le. Ha sötét, vagyis világos mondjuk a, az E2 huszárral ellépett volna, akár G6-ra például, akkor nem maradt volna őrizetlenül a C4 pont, most azonban Véli bácsi huszár B6 C4-jel meg tudja zavarni a, a világos tisztek összhangját. Tehát huszár C4, amivel támadja a vezért is, és a B2 gyalogot is, világos, ha nem akar gyalogot veszteni, a vezérre C1-re kell, hogy visszavonuljon. C1. Nos, mivel világos nem őrizte a C4 pontot, ezért sötét most úgy tudja megvalósítani a D5-öt, hogy a huszár C4 lépéssel megvan oldva az e gyalog problematikája is, tehát most már D5-öt tolhat, a diszonánsan elhelyezett világos tisztek miatt jól tudja nyitni a centrumot. Tehát következett D4 D5. Azt szokták mondani, hogy amikor világos kezdi az első lépéssel a partit, a lépés előnyével tartós kezdeményezése van. Az adott partiban azonban már sötétnek van szabadabb játéka is kezdeményezése, kisé kezdenek szétpendülni a világos tisztek, úgyhogy ilyen esetben azt lehet mondani, hogy világos akár meg is zavarodhat, rosszul érinti pszichésen a helyzet ilyenképpeni alakulása. Világos egy gyalogrohamba kezdett bele, G4-et húzott, ami azt hiszem, hogy egyértelműen hibás lépés, az E4-F3 G4 gyalog alakulat csupán átmeneti ö, átmeneti ö, gyalog alakulat, ezzel a G4 lépéssel tulajdonképpen fellazította a királyszárnyat világos és fonalasan gyalogvesztéshez is vezet. Müller Vili bácsi lecsapott a kínálkozó lehetőségre, a D5 gyaloggal beütötte négyre, amennyiben világos a huszára ütött volna vissza e 4 akkor Vili az F6 huszára üthetett volna vissza, amire F3 üt kötelező és kasszírozhatja a G4 gyalogot. Világos azonban megőrizte még a C3 huszárját, és a gyaloggal ütött vissza e 4 tehát F3 üt 4 és sötét válogathat abban, hogy most melyik tisztelüsse az árván maradó G4 gyalogot, a huszárűt G4 talán erősebbnek tűnt, mint a futóüt G4. Most világosnak további óvintézkedéseket kell tennie. Befészkelődött az állásba a C4 huszár, amit jó volna elzavarni, talán ezért is választotta a világos figurákat vezető játékos a huszár G3 lépést, mert emiatt el kell tünnie tűnnie a C4 huszárnak, illetve a világos futóval az leüthető. Azonban ez nem ilyen egyszerű dolog, ugyanis sötét futó G5-tel tovább terelte a vezért, futó G5. Világos a vezért D1-re helyezte el, amire egy sakkot kapott futó D2-vel futó D2 sakkal, ö, sötét kimozdította a világos királyt az alapállásból, ezek után már sáncolni nem tud. Ez a sakk, ez meglehetősen gyilkos volt, ugyanis ö, már jól látható, hogy sötét egy pergőtüzet zúdít a világos királyra, és a világos királyt a megnyílt állásban nagyon nehéz biztonságos helyzetbe tenni, eldugni a rohamozó sötét tisztek elől. Tehát a, akkor, amikor a, a világos király elveszti a sáncolás lehetőségét, úgy, hogy középen reked és az állás is megnyílik, akkor már sötétnek a játéka teljesen érthető, hogy a mattámadásra irányul, a mattot számolgathatja. Mindenesetre a sakkot kivédeni nem lehetett másképpen, mint király e2 lépéssel, amire egy... Könnyű tiszt cserével anyagot nyer, sötét, és harcba dobja a vezérét is. Tehát huszár üt F2, király üt F2, és mivel távolítva a D4 gyalogot védő vilá, világos futó, a vezér D4 sakk tempóval jöhetett. Tehát vezér D4 sakk, és a király el kell, hogy lépjen, mégpedig hová is lépjen. Hát e természetesen nem léphet, mert arra vezére három mattolna, következhet király G2 vagy F3, ez utóbbit választotta a világos figurákat vezető játékos, király F3. Erre következhetett huszárüt B2, Egyébként ez következhetett volna király G2-re is. A vezérrel lépni kell, a vezér E2-re lépett, és persze nem üthető a, a D2 futó, mert a vezér ütné akkor a vezért. Vezér 2 re pedig sokkal lehet ütni a C3-on őrizetlenül maradt huszát, hiszen a C4-ről B2-re beütő sötét huszár eltávolította a C3 huszárt őrző gyalogot, tehát vezérő C3-sak. A király nem, mehet, nem menekülhet ki G4-re, mivel a G4 mezőt őrzi a világos futó. Király G2 ide lépett, erre következett futó e 6 ez a Futó-E6 lépés ö, nem csupán a C4 mezőre irányulhat, Futó-C4-re, hanem lehetővé teszi azt is, hogy sötét, hosszú sánccal D8-on dobja a játékba az A8 bástyáját, és ezzel az egyetlen nyílt vonalon is ö, uralkodjon. Következett huszár f t Sötét azonban, mint említettem, már nem a G2, vagyis a G7 gyalogot őrzi, hanem hosszúra sáncol. Tehát hosszú sánc, ezzel ugye az egyik bástyája sötétnek D8-on már játékba avatkozik, és sugalja világosnak, Üssz csak lenyugodtan a G7 gyalogomat, én a H8 bástyámat teszem G8-ra, és a huszárod is elveszlik a gyalog leütése miatt. Persze világos sem volt olyan pancser, hogy beüssön egy gyalogra G7-re, mert akkor ugye a kötés végzetes volna a huszár életére nézve, hanem H4-et húzott. Következett azonban huszár C4, rámutatva arra, hogy futóütefőt, gyalogütefőt után huszár E3 gyilkossak következhet. Ezt az E3 pontot meg akarta óvni világos, és bástya H3-at húzott, zavarában azonban elfelejtette, hogy az A1 bástyája fedetlen maradt, és a vezér üt A1 után vezérült A1, és ezek után a bástyavesztés miatt kezet nyújtott világos, és nem kívánta. Tovább szenvedni a partit. Müller vili bácsi fiatalos játékkal 80-as évei közepén kiütéses győzelmet aratott. Most pedig egy nagyon rövid parti következik. A partit világos figurákat vezetve az NVSC egyik ifi játékosa, Blahota Marcell játszotta, ellenfele a Karcagi ifjúsági játékos volt, Cipszer Szabolcs. A partit 2019. december 15-én az MB2 6. fordulójában játszották, ahol az cég kiütéses győzelmet aratott a kisé tartalékosan felálló karcagi csapattal szemben. A partiban Blahota Marcel tíz lépésben tudta bematolni az ellenfelét, amihez hozzátartozott természetesen az ellenfél hibája is, hiszen hogyha az ellenfél nem zavarodik meg, és és nem hibázik viszonylag durvákat, akkor ilyen hamar nem lehet befejezni a partit. A forduló előtt az NVSC boldog várakozással, de koncentráltan nézett a partik elé, és a forduló megkezdését röviddel követve fejeződött be ez a parti, tulajdonképpen mint egy megnyugtatva a hazaiakat, hogy nem kell igazából semmiért sem aggódni, jól alakulnak majd a partik. Nos, az értékszámmal nem rendelkező karcagi játékos a sötét figurákat vezetve követett néhány hibát, amit a következőkben szeretnék bemutatni a kedves nézőknek. Tehát Blahota Marcel másodosztályú minősítésű, dinamikusan fejlődő ifjúsági játékosunk D4-jel nyitott. D2, D4. El kell, hogy mondjam egyébként, Marcel mostanában rendkívül sokat tanul a sakban, és a megnyitási repertoárja is változott. A korábban n 4 nyitott, királygyalóggal nyitott, nemrégiben tért át D4-re, néha igen nagy sikerrel. Ellenfele E6-ot lépett. Ezek után a parti nagyon nagyon sok megnyitásba mehet át. Tehát ha most Például világos e4-et lépne, akkor a következhetne d5 és a francia védelemben találnánk magunkat c4-re d5-tel Például a vezércselben, ortodox vezércselben találnánk magunkat, C4, f 3 20 20RF6, 20C3, futó B4, a nimzo indiai védelemben találnánk magunkat. Marci azonban C3-mal folytatta, ami egy szolid vezérgyalog megnyitást jelent. C3, és, és sötét a futóját D6-ra helyezte. Hát ez egy, ez egy pontatlan lépésnek tekinthető, mivel akadályozza a centrumbeli gyalogszemben állást, és annak a futónak a D6 pont csupán tranzitállomás lehet, viszont azt nem nagyon lehet látni, hogy merre menne tovább. Valószínűleg C6 futó C7-et tervezett a sötét játékos, Marci azonban birtokba vette a centrumot, ha már egyszer alkalma ö, nyílott rá, E2, 4 Itt látszott, hogy itt derült ki, hogy miért is húzott futó D6-ot sötét, ugyanis E6-ot lépett, E6-E5-öt, számítván arra, hogy D4-üt E5-re, futó D6-üt e következik. Azonban nem ö, szükséges beütnie világosnak, fejlődő lépésre is ö, sor kerülhet, huszár f 3 F3 és a centrum továbbra is sötét világos birtokában marad, feloldotta a centrum feszültséget sötét 5 d 4 el amire természetesen a c3 gyaloggal ütött vissza a Marci, c5-d4. Változván a helyzet, valószínűleg sötét meg akarta, meg akarta előzni az e5 térről elő lépést, ezért a futóval visszalépett e 7 Futó e7, világos pedig, dinamikus, fejlődő lépésekkel folytatta a partit. Futó c4, futó c4, és itt sötét elkövetett egy pontatlanságot, egy másik hibát, huszár h6-ot lépett egy ilyen állásban világosnak be kell ütni a huszára szétroncsolva sötétnek a királyszárnyi gyalog hogy ne tudjon rövidre sáncolni. Futó C együtt H6, háhat H6 természetesen, és itt következik a közvetlen támadás a leggyengébben védett pont ellen huszár E5-tel megtámadva az F7 pontot. Sötét egy következő hibát követett el, elkívánta zavarni onnan a huszár, F6-ot lépett, és a kedves nézők is nyilván látják a két lépéses mattot, vezér H5 sak király F8, és vezér F7 matt a tizedik lépésben. Ez volt az első befejezett parti a hatodik fordulóban az NVSC karcag mérkőzésen, mint egy fél órán belül. Sajnos elfogyott a műsoridőnk el hogy búcsúzzak a kedves nézőktől, azonban találkozunk nem sokára, következő adásunkban is partikat szeretnék a kedves nézőknek bemutatni. Viszontlátásra!